Sziasztok! Most megint egy gyors vacsorával jövök, mert megmaradt bennem, már egy videót csináltam is egy sütős krumpliról, hogy egy néző mondta, hogy mutassak már még egy-két ilyen burgonya köretet. Na most azoknak, akik utálnak krumplit pucolni, és azért veszek inkább készen a Mirelit krumplit, azoknak mutatok egy tök jó alternatívát. Én is, amikor már ilyen kicsi krumplik vannak a zsákban, ki szoktam szedegetni, és megfőzök belőle egy nagyobb adagot, még itt is van. Ezt félretettem, mert ebből fogok csinálni vagy nudlit, vagy egy kis derejét, vagy valamit. És a hűtőben ugye 2-3 napig röhögve eláll, ezt megfőztem reggel, most a hűtőből kiszedtem. A nagyobbakat, mert ezt majd ugye meg kell pucolni, hogyha valami tésztát csinálok belőle, vagy egy lángos, nem tudom még mi lesz. Ezt meg annyi, hogy itt van a kis új fritum ugye, amit vettem, most bekapcsoltam, és simán cikkekre vágva, így héjasan, ahogy Isten megadta, így beledobom a frituba. Annyi, hogy ez megvan már főzve, tehát most ebben egy főt sült burgonyaköretet készítek, és ezt jó pirosra megsütöm. Előtte ugye a főzés előtt jó alaposan le kell mosni a krumplit, hogy ne legyen földes. A vízzel meg utána leöblítitek, lejönne egyébként róla, de egy ilyen nagyon rossz ízt is tud adni neki, hogyha koszos maradj. A krumpli héja meg ugye ehető, és hogy olyan krumplit vesztek, ami nem annyira gáz, hogyha látok rajta így egy kicsi valami kis ilyen hibát, azt le lehet vágni. Ezt elég lenne csak két felé, de mi szeretjük, ha jól meg van pirulva. És ezt most szépen összevágom, bedobom a frituba, és elkezdem megsütni. Közben meg begyújtom a másik tüzet, és egy ilyen nagyobb serpenyőbe tettem olajat, és abban meg roston csirkét fogok sütni. A párom meg itt a másik asztalon meg épp majonézes kukoricát készít, és akkor lesz ilyen steakburgonya roston csirkével, meg majonézes kukoricával, amit körülbelül 15 perc alatt se. Ha épp így lejön a héja, hogy ezen akkor lejön, akkor itt is pirul, de nem pucolgatom meg a krumplit, és akkor ez lesz a köret. Na jó, most nem veszem fel, hogy még ezt itt összevagdosom, de ez ugye egy perc alatt megvan még. Na és akkor bedobtam a olajba a húst, és akkor most csirkemellem is van ugye. Tehát nálam általában, mint egy üzemi konyhában mindenből vannak ilyen kisebb mennyiségű alapanyagok, és akkor szépen, amikor kitaláljuk, hogy mit tennénk, akkor gyorsan összedobjuk vele. És hát ezek az ilyen roston készült húsok általában ugye nagyon gyorsan megvannak. Egy nagyon picit, ha akarja az ember, meg lehet ütögetni. És akkor ott ugye a nagyobb lángomon hevül a serpenyő szépen. És mire jó forró lesz, ezt kétszerre ezt a, hát nem tudom, hogy 70 deka csirke maximum, de szerintem talán annyi sincs. Nem tudom, mennyit használtam el, vagy mennyi volt gyárilag a kiinduló mennyiség. Szóval a lényeg, hogy ezt így kétszer ezt a következő körbe, ezt meg most már dobom is a serpenyőbe. Lehet hallani, hogy amíg összevágtam a krumplit meg a csirkét, előkészítettem, egy jó felforrósodó. És akkor ezt is csak így teljesen natúron, hát nem naturbundázás sem, akkor lisztezni kéne, de egy roston ugye a nagy lángon minél gyorsabban meg fogom pirítani, és akkor a kis házi húsokhoz készített fűszercsomból mind a két oldalát meg fogom szórni, vagy mutatom, hogy meddig sütöm per oldal. Az ilyen roston húsokat mindig addig kell pirítani, amíg így az egyik oldala már el nem kezd átfehéredni, látjátok? Tehát akkor már csak ez a fenti vékony rész van, és alul biztos, hogy íme, tehát biztos, hogy gyönyörű szép piroska megvan pirulva. Tehát ennyi nagyjából egy roston csirke, ugye erre most megint teszek egy kicsi fűszersót, nem sokat, nem még az asztalnál meg lehet. Ezt lehet bármilyen általatok választodalma, én ezt így magamnak szoktam. Sőt, a sült burgonyának meg szintén csináltam, erről is majd belinkelem a videót,
ez van szintén ilyen saját házi fűszersó, azt meg azzal fogom. A lényeg, hogy ezt most még annyit pirítom, hogy egy picit a másik oldala is megpiruljon, aztán mehet bele a következő csirke, addig a párom itt összedob egy ilyen majonézes salátát, és ahogy látom sajtot tett bele, meg kukoricát, meg gondolom némi fűszert, és ez a három kaja lesz a vacsora, szerintem szeretni fogjuk. Na, az első kanyarhús meg is sült, egy szép pirosra, jó ropogósra megsütöttem a krumplit, és akkor most megsózom. Ennyibe van fűszerpaprika, szerecsendió, fokhagyma granulátum, meg bors, azt hiszem. Már nem emlékszem, hogy épp hogy csináltam, nem teszek rá sokat, majd még az asztalnál, aki akarja, meg lehet. De a lényeg, hogy ez is egy ilyen fűszersós tudva van. Ez is, az mindjárt kész, a saláta kész, negyed óra alatt megint összedobtuk a vacsit. Ja, és fontos az ilyen rostonhúsoknál, hogy mindig várjátok meg, amíg ennyire megpirul az egyik oldala. Tehát ugye mutattam a másik oldalán, hogy amíg átkezd fehéredni, addig kell várni, és ilyenkor, hogyha most látnám, hogy hol a hús csupeszem, tehát ilyenkor tulajdonképpen úgy nézem meg, hogy jó, egy kicsit így ráfordítok, és hogyha szépen elkezd a másik oldal is megpirulni, akkor jó. Nem kell ezt se túl sütni, tehát amikor így érintésre már ilyen kellemesen ruganyos, hogy ezt nem klopoltam ki vékonyra, akkor már azért le lehet venni, ezt le is zárom, és ki is vesztem, és most bocsánat, nem tudom megállítani, egyik kézbe tartom a kamerát. És akkor ezért, na, és akkor lassan jöhet a tálalás. Hát így néz ki nálunk, amikor így kiszaladunk ketten a konyhában és a hűtővében lévő dolgokat kidobáljuk és sütünk valamit. Ez egy nagyon jó trükk, tehát, hogy vesztek egy zsák krumplit, mondjuk ha akciós, átválogatjátok, és a kicsikből bőven nyugodtan egy-másfél kilót is akár meg lehet, mert akkor mondom, ebből most, vagy lehet, hogy holnap akkor csinálok egy ilyen piaci krumplis lángost, vagy csinálok belőle egy barát, vagy bármit, vagy köret meg így megsütögetjük, tehát ez két-három napig röhögve áll a hűtőben, és akkor van mihez nyúlni, hogyha nem előre tervezett kaját kell csinálni. Hát ez meg szerintem nagyjából önmagáért beszél. És nézzétek meg megint, hogy ha így sütitek a húst, na, megint megjött a nyáltorulásom, ha így sütitek a húst, akkor olyan könnyen, tehát látszik, hogy tök jó puha, nincs kiszárítva, könnyű elvágni. Krumpla. A salátába tett a párom, jól látom, almát, kukoricát, meg sajtot. Meg ilyen majonézes tejfölös mártást, most csokkolom. Na jó! Azt hiszem, abban is hagyom a videót, mert itt most megint csúnyan egy zabálás lesz. Úgyhogy kicsit gondolkodjatok előre, legyen otthon mindig ilyen könnyű alapanyagok, amit gyorsan megcsinálni, és egy ilyen könnyű vacsorát össze lehet dobni pippakra. Jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!